JV, beszéljünk pár szót általában a vízről. Mi ez itt az asztal? A különbséget fogjuk megmutatni. Tudja, sokan úgy gondoljuk, a víz az csak víz. De én meg fogom mutatni, hogy látható különbség van a mi vízünk és a kereskedelemben kapható palackozott vizek között. Rendben. Az itt látható grafikont PH táblának hívjuk. Ért. A pH jelentése potenciális hidrogén. A skála 1-től 14-ig tart, a semleges a 7-es, ami zöld színű. A meleg színek felé haladva egyre savasabb az érték, ez pedig rosszat jelent a testünknek. Igen. A kéktől a liláig lugos a pH érték, ami jó a testünknek. Támogatja a szervezetet. Igen, erősíti a szervezetünket. Kutatásokat végeztek arról, mennyire fontos, hogy lugosítsuk a szervezetünket. Értem. Most csak annyit teszek, hogy kitöltök egy keveset az üvegből. Ez egy jobb fajta palackos víz. Igen, ezek neves ásványvizek. Ahogy a következő is. Ez pedig gin. Méghozzá jó fajta gin. Jó fajta Szagoljon bele, hogy valóban az-e. Egész biztos gin. Ez ez képviseli az összes üdítőfajtát. Citromos üdítő, Sprint. Igen, és végül egy vitamin tartalmú ital. Sportital. Igen, sportolók használják. A színsavtól eltekintve tiszta mind. Ez így van. Most pedig mindegyikben négy csepp pH mérő folyadékot cseppentek. Okay. Igen. Össze fogjuk hasonlítani a színöket a táblázattal. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, három, négy. Úgy látom, minden pohár szinte egyforma. Igen, szinte ugyanaz. És ha itt megnézni a grafikonhoz képest, ezek savak. Egyértelműen savas. Ahogy a többi is. Meglepő, hiszen azt gondolnánk, a kereskedelemben kapható Igen, vizek semlegesek. De mindjárt megmutatom az igazi különbséget. Odaadna egy poharat? Persze. Engedek egy kis vizet a gépből. Később részletesen elmagyarázom, hogyan működik a gép. És egy másik poharat is kérek. Tessék. Now we're going to put four... Négy cseppet adunk hozzá. Négy csepp, úgy, mint az előzőekben. Ez a Kangen Ó, oh, te jó ég. Magasan lúgos. Drasztikus viz. különbség. Nos, ez messze áll a semleges Égen, fél, ez igen. nagyon lúgos. Pontosan erre van szüksége a testünknek. Miért más ennyire a két víz színe? Mm -hmm. A palackozott vizet szuper tiszta víznek szoktuk hívni. Értem. Ez a pohárvíz egyrészt azért tud lugos lenni, mert a víz ásványi anyagait benne hagytuk, mm -hmm. másrészt aktív hidrogén került bele. Ezzel támogatja az egészségünket. Meg kell jegyezni, hogy ez a víz nem gyógyszer. Sokan nem legetik gyógyszerként, de nem az. A kangenvíz csak visszaállítja az egyensúlyt a testünkben, aminek következtében erősödik az immunrendszerünk, és a testünk gyógyítja magát. Mivel bejutatja az ásványi anyagokat a szervezetbe? Öntök egy cseppet ide. Na hát, ez hihetetlen. Ahogy ez is igen drasztikus. Igen. Ez volt a gén, ugye? Ugyanaz történik. Igen, igen, igen. Ez pedig az üdítő, és ezzel itatjuk a gyerekeinket. A sportitalnál ugyanaz történik. Tehát az üdítő és a sportital esetében nem volt nagy változás. Nagyon, nagyon savasak. A legsavasabb italok. A legsavasabb italok, és nem is tudunk róluk. Vagyis 32 pohár Kangemvíz kell, hogy egy pohár üdítőt lugosítsunk. Egy pohárhoz? Egy pohár üdítő. Semlegesítéséhez 32 pohár kangen víz Meg tudja kell. ezt mutatni? Ezek itt mind lugosak. Igen, ezek már lugosak. Ez mind lugos. Ebbe pedig öntöttünk lugos vizet, igaz? Nézzük, mi történik. A semleges közelében sincs. Nagyon, nagyon savas. Ez teljesen lenyűgöző. Azt javaslom, nézzünk meg néhány beszámolót azoktól, akik használják ezt a terméket. Hi, my name... Üdvözlöm, a nevem Dr. Face Illusion. Kaliforniában egy sikeres csontkovács praxist vezetek. 2005. augusztusában egy súlyos frontális ütközés következtében öt különböző sérülést szenvedtem el. A könyökön visszafelé törtel, jobb térdem, jobb oldali csípőm, mindkét csuklóm kificamodott. Arc és melkasi zúzódásaim voltak. Meglehetősen hosszú ideig fel kellett függesztenem a rendelésemet. Két és fél évig vettem részt rehabilitáción, hogy segítsek a problémákon. De ezután is folyamatos krónikus fájdalmaim voltak. Mindezek végén egy olyan állapotba kerültem, ami azt jelentette, hogy a test minden része fáj. A fájdalmaktól alvási zavar is kialakult. Egy képviselő jött hozzám és bemutatta a Kangen vizet. Rögtön vásároltam egy gépet, és elkezdtem fogyasztani a vizet. Amint a víz felszívódott a sejtjeimben, már jobban éreztem magam. Egy hónapos vízfogyasztás után a gépen 9,5-re emelkedett a pH értékem. Ettől a ponttól négy nap után egyszer az éjszaka közepén felébredtem, és remekül éreztem magam. Nem éreztem a fájdalmat. Mint Csontkovács, nem hittem volna el senkinek, hogy a fájdalmaim bármitől megszűnhetnek. Rendkívüli eredményeket értem el, és az alvászavarom is kezdett javulni. Már a teljesen eltűnt a kangen vízívása következtében. So Nagyon hálás vagyok, hogy a kangenvíz része az életemnek, és segített megváltoztatni az életemnek ezt a szakaszát. A nevem dr. Peggy Parker. A természetes utakban hívő biológus és gyógyszerkutató orvos vagyok. Egy súlyos operációt követően közel jártam a halálhoz. Ekkor mutatta meg egy barátom a Kangen vízet. Elkezdtem inni, és elképesztő dolgok történtek. Elmentem egy előadásra, ahol négy pohárral ittam a Kangen vízből, és a testemből minden Eltűnt. Egyszerűen tudnom kellett, hogy ez miért történt. Az évek alatt én magam végeztem kutatásokat a vízről és azokról, akik fogyasztották ezt a vizet. Nagyszerű következtetésekre jutottam. A saját testemben éreztem a hihetetlen változásokat már az első két hétben. Egész életemben krónikus székrekedésem volt, és az első két hét alatt ez történelemmé vált. Csontbetegségem volt a jobb oldali csípőmben, ami négy hónap alatt teljesen elmúlt, és az orvosom csak annyit mondott, ez lehetetlen. A vízprogram követése közben a nagyon rossz emésztése mi a volt. Ennek eredményeképpen pedig a 44-es ruhaméretem 38-asra változott. El akarom mondani, hogy nem a víz az, ami meggyógyította a testemet. A víz tulajdonságai adták meg a szervezetemnek az eszközöket, hogy meggyógyítsa önmagát. Úgy állok itt önök előtt, hogy tele vagyok életkedvel és boldogabb, egészségesebb vagyok, mint ezelőtt bármikor az életemben. Ezt mind ennek a vállalatnak és a csodálatos berendezésének köszönhetem.